Köszöntöm Önöket a Szóbeszédben, ahol mindig az Önök véleménye a legfontosabb. A tavasz beköszöntével sokan érezhetik magukon a tavaszi fáradtságot, azonban hasznos tudni, hogy ez ellen hatékony védekezés lehet a megfelelő vitaminok szedése, illetve a rendszeres testmozgás. Erről kérdezem most Rákosmente lakosságát, tartsanak velünk! Mit ajánlana azoknak, illetve mit tanácsolna, akik a tavaszi fáradtsággal szintén küzdenek? Ők hogyan küzdjék ezt le? Hát én szerintem vitaminokba inkább gyümölcsöket, meg ilyesmiket, mint a vitaminokat, vagyis abból nem túl sokat, legalábbis én úgy gondolom, ami nem biztos, hogy egészséges a túl sok gyógyszer vagy vitamin. Szerintem inkább ilyen természetes anyagokból kellene. Én csak azzal foglalkozom, hogy ha ilyen idő van, vagy ez van, akkor azt kell elfogadni, és nem a fáradtságot, meg az rossz időt, vagy a rossz kedvet, rossz hangulatot, az engem nem zavar. Én kitörlöm az ilyeneket. Kell a vitamin a szervezetnek, de én most 81 éves koromra azért gondot fordítok arra, hogy egyek zöldségfélét. És még ha nem is kívánom, akkor is elfogyasztom, mert kell a szervezetnek. Milyen zöldségek, gyümölcsök azok, amiket előnyben részesített? Hát például alma, narancs, ezek, amik tele vannak vitaminnel, ugye. A narancs főleg rostokkal, élelmi rostokkal. Zöldségekből szinte mindent, kell bimbót, karfiolt, brokkolit, ezeket. Szerintem nagyon finomak és egészségesek is. Mi a kedvenc gyümölcse, zöldsége, amit ilyenkor szívesen fogyaszt? Most is cipelek szőlőt, körtét, amit ilyenkor kapható, úgyhogy szoktam az élni. Hogyan vélekedik az aktivitásról, a fizikai aktivitásról? Ön szerint fontos a sport? Hát fontos lenne, csak bírnánk. Hát már 78 évesen nem nagyon bírunk még, már bicegni sem, nem. Úgyhogy... És mit ajánl azoknak, akik szintén ezzel a tavaszi fáradtsággal küzdenek? Hát jöjjenek sétálni, lökdössük egymást, és akkor jó lesz, helyre jövünk, nem? Mindig van egy lusta, hogy jaj a lábom, de fa, jaj a lábom. Gyere sétáljunk, hát hogy ne, azt mondja. Mik azok a zöldségek, gyümölcsök, amiket előszeretettel fogyaszt ilyenkor? Banán, alma, narancs, citrom, ezeket. És mit tanácsolna azoknak a kedves tévénézőknek, akik küzdenek ezzel a tavaszi fáradtsággal, ők mit tegyenek ez ellen? Hát igazából nem szabad arra gondolni, hogy jaj, én most fáradt vagyok, nem. Hanem egyszerűen el kell fogadni azt, ami van, és mindjárt másképp, mert úgy vagyok vele, hogy minden az agyba dől el. És ha én azt mondom, hogy már pedig én evel nem foglalkozom, akkor nem foglalkozom. Küzd a tavaszi fáradtsággal esetleg? Nem érzékeltem. Én, hát igaz, hogy tavasz van, de különösebben még nem éltem bele magam. Annál is inkább, mert dolgozom egyrészt, másrészt pedig keveset vagyok még a szabadban. Igaz, hogy van kertes ház, ahol lakunk, de még ugye most kezdődnek a tavaszi munkák, és akkor azt hozza ki az emberből azt, hogy várja a napfényt, a virágokat, tehát, hogy az élete megváltozik egy kicsit, majd én feltételezem, hogy az enyém is majd ezáltal. Mennyire fontos számodra a fizikai aktivitás, illetve hogy sokat legyél a levegőn? Hát én napi, legalább minden hétvégén kint vagyok a levegőn, elég sokat göldeszkázok, illetve szedem a vitaminokat, amiket kell, én nekem fontos. És mit ajánlanál azoknak, akik küzdenek ezzel a tavaszi fáradtsággal? Menjenek ki a levegőbe, sétáljanak az erdőbe, bárhol, ahol van, ahol lehet, ha van idejük, csináljanak időt, ha nincs, és ennyi. És maga a természet, az erdő, a hegy, kinek milyen lehetősége van, vagy erőn léte, ezzel élni kell mindenkinek szerintem. Mit gondolsz a fizikai aktivitásról? Szerinted fontos a séta? Igen, nagyon is fontos. Segít a cukorbetegségen is, ugye, segít a szívműködésben is, mindenben. Mit tanácsolnál azoknak, akik a tavaszi fáradtsággal küzdenek?
Hát, sétáljanak sokat, egyenek egészségesen, és igyanak sokat. Naponta legalább 2 liter folyadék nagyon fontos. Ön szerint fontos az, hogy napi szinten sétáljunk akár? Jaj, hogy ne! Én azért sétálok általában, korán reggel kelek, és megyek a munkahelyemre. És már akkor, amikor én kimegyek az autóbuszhoz, onnan egy másikról átmegyek a munkahelyre, már maga ez egy fél óra, korán reggeli séta. És ezt megcsinálom délbe is. Vagy például most ügyintézni voltam, akkor sétálok. Tehát nagyon fontos. Ezen kívül, hát azt nem mondhatom, hogy valamilyen terembe járok, de azért kis-kis kerti munka, az is számít azért, bár az ugye nem olyan. Meg egy kis esti tornát, van nekem egy kis rövidke kis tornám, azt szoktam csinálni. Próbálok egy kicsit jobban kimenni a szabadba. Szedsz bármilyen vitamint? Igen, D és C vitamint szoktam, meg néha béres cseppet. Mik azok a zöldségek, gyümölcsök, amiket előnyben részesített? Hát általában az epret szeretem, de általában idén gyümölcsöket, hogyha tudok találni. És szerinted a fizikai aktivitás mennyire fontos? Mennyire fontos az, hogy a szabadban is eltöltsünk egy kis időt? Hát nagyon fontos arra, hogy ki kell mozdulni a 4 fal közül, mert különben megpunnyad az ember. Mit ajánlanál azoknak, akik szintén ezzel a tavaszi fáradtsággal küzdenek, ők mit tegyenek ellene? Hát szerintem az, hogyha jobban kimennek kirándulni, esetleg túrázni, és tényleg a vitaminok, talán ez. Mik azok a zöldségek, gyümölcsök, amiket szívesen fogyaszt? Hát szezonális dolgokat kell enni, ez a természetnek a előírása, és ez az élet, a természet ezt adja. Mit gondol a vitaminokról? Ön szed vitamin? Hát én inkább a természetes formáját szeretem, szóval én nekem ami megterem a kertbe, vagy nekem az elfogadható. És milyen zöldségeket, gyümölcsöket fogyaszt előszeretettel? Minden. Miket nagyon például? Kevés. Mindent, akármi, sárgarépa, zöldség, alma, ami jön, banán, mindenféle gyümölcsöt, befőttet például, amit én teszek el, tehát ezek nagyon jó dolgok. Mit gondol a vitaminokról? Ön szed esetleg bármilyen vitamin? Igen, ilyen természetes vitaminokat szoktam, ilyen teákat, meg ilyesmiket. Mik azok a zöldségek, gyümölcsök, amiket előszeretettel fogyaszt? Hát sárgarépa, mindenféle zöldségeket, szoktam banánt is, akkor narancsot, mandarint, ilyesmiket. Mit gondol a fizikai aktivitásról? Ön szerint fontos az, hogy eleget sportoljunk és eleget legyünk a friss levegőn? Hát az biztos, igen. Hát mondjuk én pont nem a kerületben lakom, úgyhogy én egész nap végül is szabad levegőn vagyok. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk jövő hét szerdán is, amikor ismét az önök véleményére leszek majd kíváncsi, itt a Szóbeszédben. Viszontlátásra!